Van, aki már valódi munkadarabon. Még azt látjuk, amit ő lát. Tehát, hogyha a pajzsal úgy helyezkedik más szögbe, akkor egyből mi azt látjuk. És van, aki még csak szimulátoron gyakorolja a hegesztést a Váradi Metál Kft. Dunaföldvári üzemében. A cég már 1999 óta foglalkozik a szakmunkás tanulók gyakorlati képzésével, így az sem véletlen, hogy a mai szakdolgozói állomány 70%-a valamikor itt tanulta meg a lakatos vagy a hegesztő szakma alapjait. A Váradi Metál Kft. 1994-ben kezdett az akkor idehaza még szinte ismeretlennek számító CNC lemez megmunkálással foglalkozni. A kezdeti nehéz időszak után már a jelentős bővítés látszik az egykori dunaföldvári szikvízüzem helyén. Nemrég készült el az új raktárcsarnok, és a következő épület helye is körvonalazódik már az időközben kibővített területen. A Duna túloldalán, Géderlakon pedig 13 hektáron szintén jelentős gyártóbázissal rendelkezik a cég. Összességében ugye az volt a feladat, miután ez iparilag az országnak egy kicsit a szegény negyede, hogy komplett gyártás technológiát kellett kialakítani, hogy azok a vevők, akik megkerestek bennünket, vagy akiket én megkerestem, mert inkább azt hiszem, hogy ez volt a jellemző, tehát ki tudjuk elégíteni a komplett gyártás igényt, tehát a teljes szortimentet. Na most ez ugye igen nagy beruházásokkal jár, egyrészt épület, de különösen gépet illetően. Az első időszakban kimondottan használt gépeket tudtam beszerezni, később pályázatok és egyéb leasing konstrukciók segítségével elindultunk az új gépek beszerzése irányába. Tehát ugye legutóbbi beszerzésünk a tavalyi év decemberében üzembe állított lézergép, ami egy 8 kW-os fiber, 2x4 méteres asztalla, lemezkiszolgáló egysége, na de hát egy ilyen gépnek a beruházása az meghaladja 200 millió forintot. Tehát ennek a értéknek a kitermelése a beszállítói gyártmányokból bizony nem túl egyszerű, de hogyha nincsen technológiai megújulás, nincsen haladás, akkor rövid időn belül teljes leépülést hoz magával. Simon Adrián a hegesztő szakmát választotta. Az előszállási fiú 8 hónapja van a Váradi Metálnál, oktatói szerint nagyon ügyes, legutolsó vizsgája is 5-ösre sikerült. Egészen jól érzem magam itten. Sokat hegesztünk is, kinti munkát is csinálunk. Én teljesen meg vagyok elégedve. Szeretem ezt a szakmát nagyon. Hát a későbbiekben tervezek egy minősítést. Ehhez pedig az alapokat a legmodernebb gépeken tudja elsajátítani gyakorlati helyén. Ha meg tudom adni az anyagvastagságot, akkor főkénálni, hogy hány fokos szögbe kell előgyökölnöm, és ha legvégén elfogadhatom vele, akkor főkénálni azt is, hogy milyen áramerősséggel, hány sorból. Itt már Szabó László Máté hegesztő oktató mutatja, hogy milyen modern gépeket alkalmaznak a szakmunkások tanítására. Jelenleg 4 osztályban 30 diákkal foglalkoznak, nagyon komolyan veszik az utánpótlás képzést, már csak azért is, mert az innen kikerülő késztermékek szinte kizárólag a nyugat-európai piacokra kerülnek, így a minőségi hibák megengedhetetlenek. Mind az 5 elhegesztési eljárással tudunk bemutatást végezni, mind az 5 eljáráson tudnak tanulni. Nagyon fontos, hogy a legmodernebb gépeink vannak, tehát a mai iparban használt legmodernebb gépek. AVI eljárással, fogyóelektródával, ott különböző anyagminőség, alumínium, saválló, szénacél, lánghegesztés, bevont elektródás, kézvízhegesztés, tehát az összes használatos eljárás. Minden esetben szimulátorozással kezdjük. A szimulátorozásnál nem lehet megtanulni magát a hegesztést, de nagyon jó az alapokra. Tehát nagyon jó reflexet lehet kialakítani, és annak függvénye, ki hogy fejlődik a szimulátoron, annak függvényébe kerül ki utána a gépre. Hát aki szakmát akar tanulni, és meg akarja tanulni az adott szakmát, az megtanulja, meg is fogja, sőt, amikor elvégzi egy pár éven belül, már magas szinten fogja tudni művelni. Jónás Árpád, a Váradi Metál Kft. Gyakorlati oktatója azt mondja, a diákok nagy részét küldő szekszárdi szakképzési centrummal évek óta jó a kapcsolat, kölcsönösen segítik egymást. A centrum és a vállalatnak a kapcsolat az nagyon jó, tehát azt mondhatom. Minden évben egy közös találkozót megrendezünk, a kancellárus is nemrég tett látogatást nálunk, és ott átbeszéltük az általános problémákat,
és arra próbáltunk megoldásokat. Az általánosságban az, hogy kevés a gyakorlati idő, hogy hogy tudnánk ezt jobban kibővíteni, főleg az első osztályba, akik bekerülnek a szakképzésbe, hogy azoknak több óraszámba tudnánk a gyakorlati képzést adni. Ez ugye folyamatos kidolgozás alatt van. 2020. szeptember 1-től várjuk a megoldást, ugye a duális képzést Áne blokk be akarjuk vezetni ugye Magyarországon, és be fogják vezetni, és ennek lesz egy úgynevezett ilyen próbaköre az első 2020-2021-es tanévben, és ettől várjuk a megoldást, hogy mi fog történni. A Váradi Metál Kft-nél saját feladatukon túl a diákok olyan profi gépeket is láthatnak munka közben, mint például ez az új, több mint 200 millió forintba kerülő lézergép, de gyakorlati idejük alatt megismerkednek egy üzem szinte összes munkamozzanatával. A nyersanyag beérkezik, a nyersanyagban egy komplett kész terméket gyártunk, amiben ugye a lakatos munka, a hegesztő munka, a forgásolás, élhajlítás, csőmegmunkálás, tehát Áne blokk a készterméket látja. A végzősök pedig már a termelésben is részt vehetnek. Az ügyesebb diákok bonyolultabb munkákat meg tudnak csinálni, ugye a gyengébb képességek, meg gyengébb munkákat próbálunk adni. Azért, hogy próbálják értékelni a munkának a becsületét, és hogy tudatában legyenek azzal, hogy azzal, amit ők megcsinálnak, tehát értéket állítanak majd elő. Ha pedig jól csinálja, akár azonnal munka is várhatja a végzett diákot. A végzett fiúknak az alkalmazása, tehát az egyrészt cégfüggő, hogy éppen abban az időszakban, amikor egy-egy osztály vagy osztályok kikerülnek, milyen lehetőségeink vannak nekünk is a továbbfoglalkoztatásra, illetve egy elég kemény versenyhelyzet van. Tehát a versenyhelyzet az ugye abból áll össze, hogy szinte minden tanulónak van már valami rokona, vagy valaki rokona, aki kint dolgozik Ausztriába, vagy Németországba, vagy valamelyik környező országba. Tehát ez ugye egy azonnali versenyt jelenthet, illetve környező cégek egy jelentős része, aki tulajdonképpen képzéssel nem foglalkozik, de a kész munkaerőre szüksége van. Tehát ezek jelentenek nekünk elsősorban problémát. Emiatt is vagyunk úgy, hogy minden tanulót próbálunk fogadni, beiskolázni a gyakorlati oktatásunk során, mert nyilvánvaló több emberből, magasabb létszámból több embert tudunk esetlegesen visszatartani. Tehát a jelenlegi létszámot, hogyha figyeljük, ez valahol 60-70% között van dolgozói létszámunk között azoknak az embereknek a létszáma, akik valamikor nálunk végeztek szakmunkásként. Vagy azonnal maradtak, de egy jelentős része az egy idő után jött vissza hozzánk. Ha ugrunk jó pár kilométer Tolna megyén belül, a helyzet szinte mit sem változik. A Szekszárdon működő Jakó Fémárugyár Kft-nél is fontosnak tartják a szakmunkás tanulók képzését, és a legjobbakra itt is számítanak az iskola elvégzése után. Maximálisan megéri. A Jakó Kft-nél 2005 óta folyik oktatás, Tóth István 2008 óta foglalkozik a diákokkal. Először osztott munkaidőben, 2014 óta viszont főállásban már csak ezt teszi ki minden idejét. Már akkor 2005-ben látta a cégvezetés, hogy csak úgy fogunk tudni jó szakember gárdát a céghez vonzani vagy megtartani, hogyha mi is neveljük ki őket saját magunknak, a sajátosságainkat megpróbáljuk nekik megmutatni, megtanítani, illetve a szakmának az alapjait. Mi ebben láttuk akkor is a jövőt, a jelent a jövőt, és most is csak ebben látjuk, és ezért szeretnénk továbbra is a teljes messzélességgel az oktatást támogatni. A Jakó Kft. Főképpen autóalkatrészek gyártásával foglalkozik, ezen kívül műanyagáruk fröccsöntése, kisebb alkatrészek utángyártása is a profilukba illik, valamint meghatározó a villanymotorok gyártása is. Ehhez képest több oktatási szint is folyik a cégnél. Az alap nappali képzésben gépi forgácsoló tanulókat tudunk fogadni az ADI szakmunkásiskolából. Ezen kívül vannak ugyanúgy az ADI-ból technikusaink, ezen kívül vannak még egyetemista hallgatóink, akik duális képzésben tanulnak, gépgyártás gépészmérnökök lesznek, és még ezen kívül időszakosként előfordul, hogy felnőtt képzésben is tudunk kapcsolatot létesíteni különböző oktatócégekkel. Ott jártunkkor éppen két diák gyakorolta a forgácsolást. Gépi forgácsolónak tanulok,
És hát azért ezt választottam, mivel szerintem ez egy nagyon jó szakma. Tehát hogy a fémekkel való dolgozás, foglalkozás, ez nagyon sok hasznot, és ugye, hát a jövője is van, meg hogy szó szerint bármivel dolgozunk, tehát nem szó szerint csak fémmel, de dolgozhatunk műanyaggal is, akár műfával, vagy rendes fával. Ugye a szüleim egy kicsit segítettek ebben a dologban, mert eredetileg én asztalos lettem volna, csak hát egyből lebeszéltek róla, hogy ez nem annyira jó szakma, inkább menjek a gépi forgácsolónak, és hát ugye a testvérem is ennek tanult, és így már volt ilyen információm róla, hogy ez milyennek, vagy mennyire nehéz. János később puskaműves szeretne lenni, tehát jó eséllyel a szakmájában marad, és Richard is a fémekkel képzeli el a jövőjét. Épülni fog a Paks 2, ugye oda is nagyon sok ilyen szakember kell majd, akkor, de hogyha ez nem, akkor nagy eséllyel külföldre szeretnék, mert külföldön viszont még jobban megfizetik ezt a szakmát. Mindkét fiú a Szekszárdi Szakképzési Centrumban tanul, az iskola és a cég kapcsolata már régóta kiváló. Nagyon sokat segítünk egymásnak, én úgy gondolom. Amikor nekik van valami kérdésük, akkor vagy személyesen, vagy írásban szoktak kérdezni. Igyekszünk erre válaszolni. A szakképzéssel kapcsolatban szintén előfordulnak, megkérdeznek minket, illetve mi is szoktunk javaslatokat tenni. Január 1-ével ugye életbe lépett az új szakképzési törvény. Szeptember 1-től fog majd ez a gyakorlatban majd megvalósulni. Puding próbálja az evés. Meglátjuk, hogy ez hogyan fog működni. Azt látjuk, hogy a kormányzat és a szakképzési centrumok nagyon nagy törekvéseket tettek az irányba, hogy alkalmazkodjanak az aktuális ipari követelményekhez. És ez mi úgy látjuk, hogy egy nagyon-nagyon jó döntés volt. Az lenne a legfontosabb, hogy a tanulók, akik kikerülnek hozzánk gyakorlatra is, már inkább egy napra kész elméleti tudással érkezzenek, mi pedig hozzá próbáljuk tenni majd azt a gyakorlati tudást, amit tudunk. Ami fontos, hogy ez sokkal napra készebb, sokkal aktuálisabb oktatást fog mindenképpen eredményezni, és az szakképzési törvény ebbe az irányba mozdult el, ami nekünk is nagyon fontos volt. Ezt egyértelműen a piaci szereplők hatása is érezhető ebben az új törvényben. A Jakó Kft-nél és a korábban bemutatott Váradi Metal Kft-nél is egyértelműen azt mondják, hogy aki meg akarja tanulni ezt a szakmát, annak megvan rá a lehetősége, hogy kiváló szakember legyen. Az úgynevezett vasas szakmákban pedig a fizetések is jók, az új szakképzési törvény által generált változásokat pedig mindkét cégnél bizakodva várják.